125 éve, 1896. január 26-án született Tormási Szávics Sándor, a kecskeméti helyőrség parancsnoka, a magyar királyi Zrínyi Miklós 7. honvéd gyalogezred ezredparancsnoka. Egységével 1941-ben részt vett a délvidék visszafoglalásába. Hősi magatartásáért a kormányzó több elismerését is átvehette. 1942. júniusában ezredével az orosz harctérre indult, ünnepélyes búcsúztatásukat a miniszterelnök jelenlétében Kecskeméten a Széchenyi téren tartották. Úgy indultak el, hogy útjuk végcélját nem ismerték. 40 nap alatt 1000 kilométert tettek meg, míg valamivel Szent István napja előtt Uriv környékére értek. A kemény orosz tél és a későbbi harci események megtizedelték az egységet, a tisztek 70%-a, a legénység körülbelül 60%-a hősi halált halt vagy eltűnt. Tormási Szávics Sándor vezetésével az ezred 1944. októberében átállt a szovjetekhez. Ettől kezdve hadifoglyokként kezelték őket. Később engedélyt kapott egy antifasiszta ezred felállítására. Kossuth ezred néven, szovjet parancsnokság alatt el is indultak, de harcba nem bocsátkozhattak, mert a szovjetek visszafordították őket. A hadifogságból 1948. júliusában tért haza. Érdemeit sokáig nem ismerték el, vagyonát elvették. Az ávó folyamatos zaklatása elől Nyárlőrinci tanyájába költözött, ám ott sem hagyták békén. Egyfajta rehabilitációként az 1970-es években Kecskemét városa kiutalt neki egy másfél szobás lakást. 1977-ben a Századunk című tévésorozathoz interjút is készítettek vele. Kecskeméten ült el 1986. októberében.